Sztrájkolnak a posta dolgozói. Janikovszky Éva emlékkiállítás nyílt a Topolyai könyvtárban. Reflektorokkal szerelték fel az egészségház melletti segédpályát. Köszöntöm a kedves nézőket, önök november 13-ai híradónkat látják. A szerbiai posta több ezer dolgozója tüntetett vasárnap Belgrádban a parlament előtt anyagi és szociális helyzetük javítását követelve. A vasárnapi tüntetést korábban több napig tartó tiltakozás előzte meg Zimonyban, Újvidéken és más városokban, ami már is jelentős mértékben megnehezítette a postai küldemények célba juttatását. A tiltakozó megmozdulást a vállalat két szakszervezete szervezte, a tüntetők követelése pedig az, hogy sürgősen fogadja őket Anna Brnabić kormányfő, továbbá, hogy a vállalat nyereségéből fizessék ki béreiket, fizessék ki azt a bérhátralékot, amivel korábban csökkentették a fizetéseiket, valamint, hogy sürgősen javítsanak a postai dolgozók szociális helyzetén is. A vasárnapi belgrádi tüntetéshez csatlakoztak a JAT, a Postatakarék, a Szerbiai Vasutak, a Telekom, továbbá még néhány vállalat szakszervezetének képviselői is. A Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban Janikovszky Éva emlékkiállítás nyílt, amely a népszerű írónő életét és munkásságát mutatja be. Köszöntőt mondott és a kiállítást megnyitotta Solymosi Lajos, a Solymosi Könyvesház vezetője. Janikovszky Éva helyettünk gondolkodik, értünk gondolkodik, a gyerekekért gondolkodik és a szülőkért gondolkodik. Röviden ennyi. Miért jelentős az, hogy most Topolyára került róla egy kiállítás? Hát azért jelentős, mert ez egy vándorkiállítás, és most került ránk a sor, hogy Topolyára is elhozzák. Másfelől meg Janikovszky Éva nem csak magyar író, hanem világhírű író is. Művei számos nyelven megjelentek a világ minden sarkában, és nem csak megjelentek, a mai napig is jelennek meg. Egyik legnagyobb magyar író, akit úgy gondolom, hogy az utóbbi időben méltánytalanul elfelejtettünk. Van-e kifejezett célcsoportja ennek a kiállításnak, akiket különösen várnak? Minden magyar ember. Kicsi, nagy, fiatal, idős, egészséges, beteg, mindenki, akinek valami lelki gondja, baja van, aki elnyomva érzi magát, aki fel akar szabadulni, szóval mindenki. A kiállítás megtekinthető november 24-éig a könyvtár nyitvatartási idejében. Ez a kiállítás, a Topolyai kiállítás tulajdonképpen a Janikovszky Éva vándorkiállítás negyedik állomása. Ezelőtt Zentán Kanizsán, Török Kanizsán volt, és most Topolyán, majd aztán később tőlünk megy Kishegyesre. Ez tulajdonképpen egy összefoglaló dokumentum kiállítás Janikovszky Éva alkotó tevékenységéből. Személyes tárgyakat is láthatunk, például az írógépét, azután fotókat róla, azután a díjait és elismeréseit, a könyveinek az idegen nyelvű fordításait, azután például az Égigérő fű című művének a filmváltozatának a plakátait, illetve a fotókat a filmből, továbbá a színpadi változatnak a színpadképét, de akik eljönnek és megnézik a kiállítást, rajzfilmet is, tehát filmeket és rajzfilmeket is tudunk vetíteni nekik, ezért nagy szeretettel várjuk az iskolásokat, hogy itt ebbe a kiállításba tartsanak egy rendkívüli magyar órát, hiszen azt hiszem, hogy Janikovszky Éva az az író, akit én is olvastam gyerekként, és akit a mai gyerekek is olvasnak, tehát egy maradandó olyan értéket hozott létre, ami nem megy ki divatból, tehát ugyanúgy élvezik a mai gyerekek is, mint ahogy a 40-50 évvel ezelőtti gyerekek is élvezni tudták. Mikor és meddig tekinthető meg ez a kiállítás?
24-éig tekinthető meg itt nálunk a könyvtár padlástermében, a könyvtár munkaideje alatt munkanapokon 8 és 17 óra között, és arra kérjük az iskolákat, osztályokat, hogy jelezzék, hogyha szeretnének itt magyar órát tartani, ugyanis már szinte be vagyunk táblázva, és ez nagyon jó hír. Minden nap legalább egy-két osztály jön hozzánk, és itt tartják meg a magyar órát. Megkezdte működését a Népkonyha a Topolyai község területén, napi 650 adag meleg ételt osztanak szét. Megkezdte működését a Topolyai község területén a Népkonyha, és hát ahogyan azt már megszokhattuk, a Vöröskereszt, a Topolyai községi szervezete a működtetője ennek a szolgáltatásnak. Műsorunk vendége Lestár Tibor, a Vöröskereszt titkára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! 7-én kezdték meg az ételosztást. Igen, mint ahogy az előző években is, novemberi hónap folyamán elkezdjük ezt a téli programunkat, a Vöröskereszt, és az ünnepek, és hát az ünnepekre való tekintettel elsőre, másodikára, ami szerdára és csütörtökre esett, így nem akartuk pénteken indítani egy nappal a Népkonyhát, tehát ezért indult a Népkonyhánk 7-én, és hát teljes üzemmel dolgozunk a község területén. Úgy tudom, hogy 15 elosztóhelyen és 6 iskolában hozzáférhető ez a szolgáltatás. Igen, 15 helyen a községben, tehát 15 helyi közösségben és a 6 iskolában, azzal, hogy a Tomislavci még függőben van, tehát ott még folynak a tárgyalások, alig nincsenek meg a feltételek, de amint megteremtődnek, akkor ő hozzájuk is szállítani fogjuk. Természetesen nem hagyunk ki senkit se a téli hónapokban, mint ahogy az előző években se, úgyhogy bárki, aki jelentkezik, a szociális központ mérlegeli, és ha megvannak a feltételek, akkor listára kerül. Ha jól tudom, akkor az étel elkészítése az egy központi konyhán történik, és utána az elosztóhelyekre csak kiszállítják. Igen, itt Topolyán a központi konyhán itt készítjük az ételeket, a 650 adagot per pillanat, ugyanis hát annyira kérjük a 10 alapvető élelmiszert a szerbiai Vöröskereszttől, ami természetesen nagyon gyorsan föl fog 700 fölé menni, sőt, és ugyanúgy az iskoláknak is a 150 fölött szállítjuk, tehát erre kapjuk az alapvető 10 élelmiszert. A községből kapjuk a pénzt az energiára, szállításra, fűszerekre, tehát mind a költségekre, amellyel el tudjuk készíteni és kiszállítani az ételeket. És a 15 elosztó helyen az mi önkénteseink, akiknek mindig külön megköszönjük, most is startban is, induláskor is, és majd a befejezéskor is, mivel hát az ő odaadó munkájuk nélkül nem tudnánk ezt realizálni, és a helyi közösségekben, illetve az iskolákban történik a kiosztása ezeknek ennek az ételnek, ezeknek az adagoknak. És hát mindig fontos azt hangsúlyozni, hogy hogyan lehet felkerülni erre a névsorra, tehát hogy ki jogosult a Népkonyhán ételt igényelni. Topolyai községben van egy szabályzat, ami ezt rendezi, és azzal a szociális központ van fölhatalmazva, illetve megbízva a listáknak az elkészítésével, mivel a Vöröskeresztnek nincsen bázisa a felhasználókról, tehát egyáltalán senkit mi nem tudunk, nem is szabad, hogy evidentáljunk. Ezért a szociális központ megcsinálja azt a 650-es listát, ami az alapja a Népkonyhának. Azután mi ezt kiküldjük a helyi közösségekbe, az aktivisták, illetve a kint a nyugdíjasok, helyi közösségnek a munkásai ezt átnézik, javítanak rajta, és ezt a javított változatot küldik vissza, amelyet még egyszer átnéz a szociális központ, és ez az alap, a bázis, amivel indulunk. És utána, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő neki szüksége van rá, és a feltételek adottak, a szociális központba kell itt Topolyán, hogy jelentkezzen. A szociális központ mérlegeli, és hogyha jogosult rá, úgy ítélik meg, akkor kap egy papírt arról, hogy mi rá tudjuk tenni a listára. Tehát azt folyamatosan tudjuk bővíteni egy bizonyos számig, ami a százat számolunk, hogy a 750-ig még elbírjuk a kapacitást, illetve a nyersanyaggal is, még hogyha százat ráteszünk. Az iskolák esetében ugyanez a procedúra érvényes? Az iskolákban, maguk az iskolák, ők mérlegelik, és ők teszik rá a gyerekeket. Általában itt azok a gyerekek kerülnek rá a listára, akik napköziben maradnak az iskolába, tehát tovább maradnak, és hát a szociális helyzetük olyan, hogy szükség van erre az ételre, hogy azt megevédeljék, és azután, hogy tovább tudjanak maradni az iskolába. Tehát az iskoláknak a
ők vannak felhatalmazva arra, hogy ők döntik el, hogy ki legyen ezen a listán. Heti 4 alkalommal történik a meleg étel osztása, ettől ugye, amikor jönnek az ünnepek, akkor tudjuk, hogy vannak eltérések. Igen, általában akkor szoktunk eltérni, hogyha munkanapra esik az ünnep, de ezt is csak azért, hogy a mi aktivistáink is ugye, hogy ünnepelnek, akkor nem várhatjuk el, hogy ők a családjukat, vagy bármit az ünnepet ott hagyják azért, hogy ez dolgozzon, és olyankor száraz étel, tehát előző nap kivisszük a főtételt, és a következő napra, vagy ha több napra van, akkor több napra a száraz ételt, illetve hát, amint tudják, általában megszoktuk egy kicsit turbózni, vagy kaláccsal, vagy fonott kalács, vagy tavaly mákos kaláccsal, és hát az idén is ugyanígy lesz, hogyha az ünnepek úgy esnek, akkor ez a gyakorlat, ez továbbra is állni fog. Évekre visszamenőleg jó az együttműködés a Vöröskereszt Kishegyesi szervezetével, és évekre visszamenőleg itt készül már az étel a kishegyesi rászorulók részére is. Halljunk erről is. Igen, az idén is ugyanúgy, 200 adag ételt szállítunk a kishegyesi községbe, és ők ezt utána osszák Hegyesen, Feketicsen és Lobtyanácon. Ott ők saját maguk készítik el, állítják össze a listákat, és az alapján, tehát a mi feladatunk az, hogy abból az alapvető élelmiszerekből, amiket őtőlük kapunk, tehát ők is, amit a minisztériumtól, illetve a Szerbiai Vöröskereszttől kapnak, azt áthozzák ide nekünk, és abból készítjük nekik az ételt, és azután pedig ők rendelkeznek vele. A Bajsai Testvériség Művelődési Egyesület fennállásának 40 éves jubileumi műsorára november 17-én pénteken 18 órai kezdettel kerül majd sor az iskola tornatermében. 17 órakor tekinthetik meg a kiállítást a faluházban az érdeklődők. 18 órakor kezdődik a jubileumi műsor, amelyen bemutatkozik a Csalogány Népdalkör és a Citera Zenekar, a Pitty Pang Gyermek Citera Zenekar, a Napsugár Gyermek Néptánccsoport és a Szavalók is. A Bajsai Testvériség Művelődési Egyesület vendége lesz a Kelebiai Dalkör és a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület színjátszó csoportja. 10 nagy család részvételével, valamint a faluban működő civil szervezetek bekapcsolásával szerveztek idén már másodszor hagyományos nagycsaládos disznóölést Kishegyesen. A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete, Nagycsaládos Egyesület a korabeli falusi disznótorok vidám viccelődős hangulatát varázsolta a rendezvény helyszínéül szolgáló labdarúgó pályára. Sült májat, sült vért és egyéb finomságokat kóstolhattak meg az érdeklődők, a zenei aláfestést pedig a Kalipszó együttes szolgáltatta. Amikor elkészültek az ételek, megjelentek a kántálók is. Kerepes Árpád, az egyesület elnöke elmondta, hogy a disznóölés megszervezésével már tavaly is lényegében 3 célt szerettek volna elérni. Hagyományőrző rendezvénynek szánták, másrészt a rendezvénynek közösségépítő szerepe is van, hiszen nagyon sokan aktívan részt vettek a munkában, mások kilátogattak a rendezvény helyszínére szórakozni, barátkozni. A legnépesebb nagy családok között végül szétosztják az elkészült finomságokat, ezért egyben humanitárius jellege is van a rendezvénynek, melynek megszervezését a Betlen Gábor alapkezelő ZRT támogatta anyagilag, logisztikai szempontból pedig a helyi közösség és az önkormányzat. A kellemes napos időben zajló hagyományőrző rendezvényt a gyerekek, fiatalok különösképpen élvezték, egy csoportjuk pedig a hagyományos tréfás kántáló versekből készült összeállítással mutatta be, hogy milyen volt évtizedekkel ezelőtt a hagyományos falusi disznótorok hangulata. A Topolyai Községi Női Fórum Ne Felejts Hagyományőrző Kézi Munkatársulat november 18-án szombaton 19 órai kezdett el Erzsébet és Katalin Bált szervez Topolyán a Vásártéri Otthonban. Bővebb tájékoztatás és jelentkezés Vrindik Rózsánál a 715-634-es telefonszámon, vagy pedig a 064-00-81-046-os mobil számon. A bálon az erzsébetek és a katalinok ajándékban részesülnek.
Orsó 82 nap Amerika körül címmel úti beszámolót tart Gazsó Orsolya a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban. November 16-án csütörtökön 18 órai kezdettel hallgathatják meg a könyvtár padlástermében a képekkel színesített beszámolót Amerikáról az érdeklődők. A Topolyai Egészségház melletti labdarúgópályát és a hozzátartozó objektumokat rekreációs célokra, a TSC labdarúgói pedig edzések megtartására is használja. A pályát most 16 nagy teljesítményű reflektorral szerelték fel, hogy az esti órákban is használni lehessen. A korszerű világítással felszerelt segédpályára munkatársai kíséretében ellátogatott Kislinder Gábor polgármester is, aki elmondta, hogy a beruházás értéke 2,4 millió dinár, a tartományi sporttitkárság 500 ezer dinárral támogatta a projektumot, a többit az önkormányzat a költségvetéséből biztosította. Kislinder elmondta, hogy ez idén csak egyike azoknak a jelentős és fontos beruházásoknak, amit az önkormányzat a sportlétesítmények felújítására és kiépítésére fordított. Azon véleményének is hangot adott, hogy ez valójában egy közvetlen beruházásnak tekinthető az egészségügy szempontjából is, hiszen a mozgás egészséges, ha pedig az emberek mozognak, ritkábban szorulnak majd orvosi ellátásra. Ezt a sportpályát rekreációs célokra és a TSC labdarúgó klub is jól ki tudja használni, és most tartományi eszközökből sikerült felújítani a világítási rendszerét. Ez azt jelenti, hogy a téli időszakban sötétben is használható. Természetesen ez egy mellékpályája a fotballpályáknak Topolyán, és én azt gondolom, hogy ez abban az időben, amikor ez el volt hanyagolva, akkor a pályázat az önkormányzat, valamikor tavaly decemberben volt egy összeg, amikor a tartományi kormány és a tartományi költségvetésbe szabadultak fel eszközök, amik nem voltak kihasználva, és mi arra pályáztunk, és azt gondolom, hogy ezt úgy próbáltuk összerakni, hogy egy-egy rendezett pályáról legyen szó, ugyanakkor mindenki használja, tehát lehet rekreatív szempontból is, tehát sport, gyermekek is tudják játszótérként használni, és akkor nem mellékes az, hogy lényegében itt a legtöbb eszköz a befektetésnek, az pedig a megvilágítás, tehát a reflektorok felállítása tette ki. Itt mi 500 ezer dinárt kaptunk a tartományon, a többi az önrészből, 2 millió 400 ezer dinár a befektetés, és én azt gondolom, hogy most már ez megvan, használják is, amint látjuk, az is jöttünk ilyen későn arra, hogy meglátjuk azt, hogy a gyermekek ezt tényleg birtokolják, úgy, ahogy terveztük, és ez örömmel a számomra szolgál, hogy ez így is van. Azt hiszem, hogy régen történt a község területén ennyi sportfejlesztés, mint éppen ebben az évben. Ami azt mondtuk valamikor 2014-ben, amikor hát ugye valahol javasoltak bennünket, hogy próbáljuk ezt a községet valahogy úgy irányítani, hogy másképp legyen, fejezzük be azokat a dolgokat, amiket megértük. Hát én azt gondolom, hogy ez is egy létesítmény, és a többi sportpályák létesítmény, ami azt mondtuk akkor, hogy a szociális gondokkal mi külön szándékozunk foglalkozni, ugyanakkor el lehet mondani azt is, az egészség szempontjából is tudjuk azt, hogy a közönkormányzat az idén mennyi eszköz szánt rá az egészségház működésére, és én azt gondolom, hogy az egészségnek költségei kevesebbek legyenek, akkor tehát egy olyan életképes és egészséges gyermekekre van szükség, ennek pedig az alapja pedig a sport, szabadidőközpont, és én azt gondolom, hogy ezt mi eszközökben próbáljuk támogatni, ez én úgy gondolom így lesz a következő időben is. Ki lesz megbízva a jövőben ezeknek a reflektoroknak a működtetésével és karbantartásával? Hát lévén úgy, hogy a sport és a civilek, ha itt tetszik, vagy gyermekek ezt nem tudják működtetni, természetesen a TSC fogja működtetni, és én azt gondolom, hogy a költségeket azt meg, ha másképp nem, akkor az önkormányzat és helyi közösség fogja támogatni. Erre van eszköz, a polgárok, mikor bevezették a hozzájárulást, akkor ezt pontosan lefektették, mi pedig azt eszközöket úgy költhetjük, ahogy az abban a úgymond kiszavazott dokumentumban van. Esetleg itt ennél a pályánál van-e tervben valami további fejlesztés?
Problémát jelent ugye ez lévén, hogy alacsony területről van szó, itt több mint valószínűleg talajvízzel egy időnként gond lesz. Én azt gondolom, hogy a befektetések is, ha mindent jó tudunk pontosan, akkor egy drenázs rendszert kellene megoldani, tehát a talajvíz megoldását azt biztos, hogy meg kell. Most ugye az idén szárazság volt, és ez nincs, de egy elsős esztendőben biztos, hogy lesz. Ez lesz a következő befektetés, erre természetesen szakembereket próbálunk megkérdezni, és akkor ha eszközt össze tudjuk rakni, akkor ezt is meg fogjuk tenni. Palágyi Szabolcs, a TSC labdarúgóklub elnöke szerint ez nagy segítség, ugyanis a klubban komoly utánpótlás nevelés zajlik, az iskolás gyerekek közül sokan csak délután, illetve az esti órákban tudnak edzésre járni, ilyenkor ősszel és a téli időszakban pedig már korán sötétedik, de a reflektoroknak köszönhetően ez már nem jelent akadályt. Kiváló eredményeket jegyez az utóbbi időben a TSC felnőtt csapata, de a jövő mindenképpen az utánpótlás nevelésében rejlik, és hát ez a segédpálya, ez kiválóan alkalmas, azt hiszem, az utánpótlás nevelésére is. Palágyi Szabolcs alatt TSC elnökével beszélgetünk. Igen, hát nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy segített bennünket, először is, hogy biztosította nekünk ezt a pályát, amelyet már éveken keresztül használunk, és ami nagyon fontos még, hogy a megvilágítást is, hogy esti, tehát sötétbe is tudjunk edzeni ezen a pályán. Hát amit tudni kell, hogy nekünk idáig gondjaink voltak azzal, hogy a kisgyermekek egyik része délután, másik délután jár iskolába, és akkor főleg így, mikor közeledik az év vége, tehát itt beköszönt az ősz, akkor gondjaink voltak az edzéseken, mert együtt a csapatot nem tudtuk tartani, csak is este, és a Bajsai pályán kívül nem volt hol edzenünk. Most kaptunk olyan lehetőséget, hogy esténként ezen a segédpályán nagyon sok fiatal tudjon edzeni, és ami szakmailag is nagyon fontos, hogy együtt edz a csapat, tehát ezek a fiatal játékosok mind együtt vannak, és hát aki erre járt esténként, vagy esetleg erre van, és akkor megnézi az edzést, az tényleg egy olyan pozitívumot tud látni, ami nagyon fontos számunkra, mert nem csak az, hogy a labdarúgásra neveljük ezek a fiatal gyerekeket, hanem azért a sportos életre is, és mikor ennyi gyereket itt látunk esténként is a pályán, azt én úgy gondolom, hogy az nagy dolog számunkra is, és az egész közösség számára is. A legkisebbektől az ifjúsági korosztályig hány fiatalt mozgat meg a TSC különféle kategóriákban? Hát a TSC jelenleg hát kb. 200 labdarúgót foglalkoztat. Ebbe benne van a felnőtt csapat is, ahol vannak 22-en, tehát a többi az mind a fiatalok. Hát ott tartunk jelenleg, hogy már a fiatal óvodások is elkezdtek járni hozzánk edzésre, tehát ez megint egy nagyon jó dolog, mert most már csak rajtunk múlik az, hogy nem tudom, az elkövetkező 5-10 évben, hogy tudunk-e majd játékosokat előléptetni, ugyanúgy a felnőtt csapatban, mint esetleg nagyobb klubokban is. Tehát most már csak a szakmai munka az, ami szükséges, minőséges szakmai munka is. És én úgy gondolom, hogyha ilyen tömegesen kapcsolódnak be egyesületünkbe a fiatalok, akkor nem fog elmaradni az eredmény sem. Eddig egyébként a TSC arról is híres volt, hogy ezek a fiatalabb generációs csapatok méltó ellenfelei voltak az ország legjobb csapatainak. Igen, játszottunk mérkőzéseket, ahol akár a belgrádi Crvena Zvezdát is meg tudtuk verni. Én azt mondom, hogy ha visszamegyünk egy 5-6 évet, akkor még például a szabadkai Spartakusz ellen is úgy játszottunk, hogy azért meg volt bennünk egy kicsit az a fiatal gyerekre gondolok, kicsit az a félelem, hogy nagy csapattal találkozunk. Hát manapság nincs ez a félelem, és amit tudok mondani, hogy bármelyik ország szinten vagy külföldön is bármelyik csapattal nyugodtan tudunk most már olyan mérkőzéseket játszani, ahol a mérkőzés kimenetelét nem lehet előre tudni. Tudom mondani most is, mikor voltunk Magyarországon egy tornára, ahol találkoztunk első osztályú szlovák, román, valamint ukrán csapatokkal is, megálltuk helyünket, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos fiatalok számára is, hogy biztosítsunk nekik ilyen mérkőzéseket, hogy ennek köszönve még jobban tudjanak fejlődni.
A Bajsa labdarúgói szombaton az Overbászi-Vrbász együttese ellen idegenben tudtak 1-0 arányban nyerni. A színvonalas és izgalmas mérkőzésen sokáig nem született gól, noha mindkét csapat sok helyzetet alakított ki. Végül a 63. percben Latyák betalált, ami a 3 pontot jelentette a bajsaiaknak. Híradónk végén az időjárásról, kedden eleinte még több helyen, később elvétve fordulhat elő gyengülő csapadék. Sokfelé erős marad azonban az északias szél, 3 és 8 fok között alakul majd napközben mindössze a csúcshőmérséklet. Szerdán már szárazabb időre készülhetünk, és csütörtökön legfeljebb csak helyenként lehet szitálás vagy gyenge eső. Az élénk északias szélben délutánonként 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk majd, pénteken marad a csapadékmentes idő több-kevesebb napsütéssel. A reggelek párásan, ködösen indulnak, helyenként tartósan megmaradhat a köd. Nappal 7 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök november 13-ai híradónkat látták. Nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánok Önöknek, a viszontlátásra!